A 2018-as országgyűlési választáson a részvételi arány közel 70% volt, jelenleg 98,31%-os feldolgozottságnál a Fidesz több mint 2 millió szavazattal vezet. Megyénkben mind a 6 választókerületben a párt jelöltjeire voksoltak a legtöbben. Visszatekintésként nézzük meg, hogyan zajlott a szavazás Szabolcs megyében tegnap. A Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában is sokan szavaztak. Országszerte 10.285 helyen várták a választópolgárokat. A délelőtt folyamán országos szinten folyamatosan megdőltek a részvételi rekordok. Délután egy órára már a jogosultak több mint 42%-a adta le a voksát. A megkérdezettek többsége azt mondta, főleg a médián keresztül ismerte meg a jelölteket. Végül is a tévén keresztül tudunk igazából, mert a környezetünkben nincs olyan ember, aki úgymond a politikába járatos, de hát magunkra hagyatkoztunk most. A Kertvárosi Általános Iskolában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is leadta szavazatát, Sesták Oszkár még a délelőtti órákban voksolt. Egy átlagos választásnál lehet így mondani, hogy 4 éventén van az országban, ennél fontosabb a mai választás, hiszen a jövőnkről döntünk. Arról döntünk, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, nem csak a következő 4 évre, hanem a következő évtizedekre, sőt talán évszázadra is. Ez látszódik, érződik a választói aktivitáson. Remélem a megyei adatok is olyanok lesznek aztán a nap végén, ami miatt nem kell szégyenkeznünk, és akár példát is tudunk mutatni az országnak. Napkoron a 3-as számú választókerületben összesen 23 képviselőjelöltre voksolhattak a választópolgárok. Millió szórólapot kaptunk egyik pártól és másik pártól, és tévébe kattingattam. És milyen vezetés szeretne az országgyűlés? Hát, nem vagyok rasszista, de nem akarom a migránsokat, viszont... Azt szeretném, hogy azért a magyarok maradjanak, a külföldi magyarok is. A választópolgárok között olyanok is voltak, akik nyíltan beszéltek döntésükről. Mi alapján hozta meg a döntését? Hát én a Fidesz alapján. Így, kész. A Fideszre. Eddig is őket támogattam, úgyhogy ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen. Köszöntöm a stúdióban Vinnai Győzőt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. számú választókerületének. Jó estét kívánok, köszöntöm képviselő, a televízió. Most már országgyűlési képviselőjét, vagyis eddig is, és várjuk ismét meg a további. Végleges eredményt, állítólag néhány nap múlva lesz jövő szombaton, de a mindenféle feldolgozottság azt mutatja, hogy sikerült a mandátumot megőrizni, hiszen 2014-től és ebben a választókerületben voltam képviselő. Hogyan értékeli a saját személyes eredményét ezen a választáson? Egyrészt az elmúlt évekhez képest, illetve most a többiekhez képest. Először azt szeretném elmondani, hogy nagyon magas volt a részvétel, tehát ebben a választókerületben is magasabb volt a részvétel, mint 4 évvel ezelőtt, körülbelül 5,5-6%-kal, tehát itt 64%-os volt, míg az országos az magasabb volt, de hát köztudott az, hogy kis településeken, a bokortanyákon, vagy akár kisvárosokban is, ha messzebb van a szavazókör, vagy bármilyen akadály van, akkor itt egy picit alacsonyabb a részvétel. De most magas volt, ennek nagyon örülök, mert ez erős felhatalmazást ad egy egyéni képviselőjelöltnek, mert mindenképpen legitimálja azt a munkát, hogyha sokan szavaznak rá, ráadásul úgy, hogy ugyanez a választókerület, ugye 2014-ben lett kialakítva, mert előtte is már képviselő voltam 2010-ben, de akkor Nyíregyháza déli részét képviseltem, most pedig Nyíregyháza nyugati részét, elsősorban a nyírszőlő
Vörös Kertvárosi bokortanyai részeket, tehát külterületi részeket, illetve ez a választókerülethez tartozik még Nyugat-Szabolcs megyéből 20 település, vannak benne kisvárosok, Nyírtelek, Ibrány, Tiszalök, és vannak benne kisebb települések, 1000-2000 fős falvak, Tiszadada, Tiszadó, Paszap, Tiszabercel, tehát elég változatos a kép. Három járáshoz tartoznak a települések, Tiszavasvári, Ibrányi és Nyíregyházi járáshoz, és én azt gondolom, hogy itt mindig nehéz volt az élet, nagyon sok feladat van, és az emberek el is mondták a fórumokon, az utcafórumokon, a találkozókon, mert az ember, ha hittel, lelkesedéssel, tisztességgel képviseli az embereket, akkor nem a választási kampányban kezd el kampányolni, hanem 4 évig dolgozik, meghallgatja az embereket, és akkor az emberek elmondják, hogy munkahelyteremtés, legyen munka, mert ha munka van, minden van, abból tisztességgel meg tudjanak élni. És zárójelben megemlítem a közfoglalkoztatást, a közmunkát is, mert itt nagyon sok ember, legalább 6000 ember a választókerületen meg közfoglalkoztatásból él, és örülnek az emberek, ha tudnak dolgozni, és nem segélyből kell élni, hanem munkából tartja el a családját, a családi adókedvezményeket vesz igénybe ebből a munkából, a gyereknevelés költségeit az állam részben átvállalja. Tehát mindenki azt mondta nekem, és ez egy hiteles felmérés, hiszen a képviselő, hogyha a településeken ott van többször, találkozik több száz, több ezer emberrel, akkor azt mondják, hogy munka. A második a közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés javítása, hogy be tudjanak jutni településekről Nyíregyházára, vagy éppen egy másik városba, vagy be tudjanak jutni a munkahelyükre. Tehát a közlekedési infrastruktúra, az utak állapota, a körforgalom, az elkerülő út, amiben tudtunk egyet előrelépni a Nyíregyházát nyugatról elkerülő, ez éppen a választókerületemet érinti, ugye a nyugat elkerülő út továbbépítése most történik meg a Tiszavasvári úttól a Tokaj útig, illetve egészen a Nyírszőlősi útig, jövő év végéig kész lesz, és ez azt jelenti, hogy Nyírtelekről, Ibrány térségéből nem kell Nyíregyházára bemenni, az autópályát el akarják érni, hanem a nyugati elkerülőn közvetlenül föl tudnak hajtani az M3-as autópályára, és ráadásul Nyíregyháza szempontjából is nagyon fontos, mert nem kell a kamionforgalomnak a belvárosi részen, a nagykörúton végig döbörögnie, ez Nyíregyháza számára is nagyon előnyös. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is a harmadik, amit látok az uniós forrásokból, hazai forrásokból, és nagyon sok felújítás elindult, vagy még éppen el fog indulni, az pedig az óvodák, bölcsödék, iskolák felújítása, egészségügy, orvosi rendelők, védőnői szolgált, fogorvosi rendelő, tehát mindaz, ami az egészségügyi, szociális, oktatási területet érinti, mert szeretnék megadni az itt élő embereknek azt az esélyegyenlőséget, hogyha ő sikeres, a gyerekét tudja tanítatni, az akkor sikeres felnőtt lehet, hogyha van tudása, szakképzettsége, vagy jó mesterember lesz, vagy egyetemre, főiskolára megy, és akkor több jövedelemhez jut, a lakhatása is javulni fog, és mindezt az emberek elmondták, hogy egy képviselőnek így kell szolgálni a közösséget, és én ezt meghallgattam, és tudom, hogy nagyon sok még a feladat, mert itt nem lehet egyik pillanatról a másikra azonnal mindent megoldani, mert ha megoldunk egy problémát, akkor keletkezik kettő, szokták mondani. És talán még a bérekről mondják azt az emberek, hogy jó, hogy van béremelés, tényleg több mint 10%-kal nőtt a reálbér 2017-ben, de itt mindig alacsonyabbak voltak. Éppen azért, mert nem volt olyan képzettségi színvonal a bérek, meg a nyugdíjak is ezáltal, és mindig azt mondja, hogy képviselő úr, hát még egy picit emelni, és én azt mondtam nekik, hogy a Fidesz kormány emelni fogja a béreket a gazdasági teljesítményből, nem hitelből, mi hitelből nem fogjuk emelni a béreket, hanem a gazdasági növekedésből, most jól állnak a dolgok, mert 4,1% volt tavaly a gazdasági növekedés, az ideit pedig szintén 4%-ra teszik a szakértők. Én azt mondtam, hogy ebből részesednie kell azok, akik dolgoznak, akár minimálbéren vagy garantálbérminimumon vannak, és a nyugdíjasoknak is. A nyugdíjasok megértették ezt, és volt még egy nagyon fontos kérdés. Ahogy hallottuk a bejátszásban is, hogy a biztonságról szavaztak az emberek, nem csak a saját életkörülményeikről, hanem Magyarországról is szavaztak, hogy a jövő egy biztonságos jövő. Nem szeretnének itt terrorcselekményeket látni. És én ezt három fogalommal szoktam megmagyarázni az embereknek, hogy kell egy határbiztonság, mi ezt megtettük, a Fidesz kormány fölépítette a kerítést, és én azt mondtam mindenkinek a választási kampányban, ha rám szavaznak, a kerítés maradni fog.
A másik a közbiztonság, amely 8 év alatt, azért mondom 8 év alatt, mert 10-től van kormányon a Fidesz, 2010-ben 430 ezer bűncselekmény volt Magyarországon. Ez egy országos adat, a belügyminiszter úrtól hallottam, és a statisztikákat is megnéztem, és ez 8 év alatt, vagyis 2017 végére, 7 év alatt megfeleződött. 215 ezer bűncselekmény lett. Mondok egy példát, voltam egy polgárőrgyűlésen, közgyűlésen, Varsán, ahol 3 lopást jegyeztek föl egy év alatt. 3. És hát szeretnénk ezt persze a nullára csökkenteni, de hát mindig tudjuk, hogy ez olyan, hogy állandó harc, de nagyon-nagyon biztonságos, nagyon jó a közbiztonság ezeken a településeken, és ezt az emberek értékelik. A harmadik pedig a létbiztonság, amiről beszéltem, hogy a magyar gazdasági modell működik, a magyar gazdaság jól teljesít, ugye itt Közép-Európában, mondhatjuk, hogy az Európai Unióban az elsők között vagyunk, ami a gazdasági növekedést illeti, és ebből lehet béreket emelni, ebből lehet oktatásra, egészségügyre fordítani. Hadd mondjak egy releváns példát, mindenkinek elmondom azt, hogy ma Magyarországon kötelező az óvodáztatás 3 éves kor fölött. Sokan nem tudják, hogy az Európai Unióban elsők vagyunk, a 3 éves kor meghaladó gyerekek, tehát 3 éves kor feletti gyerekek 96%-a jár óvodába. Ez ebben a választókerületben nálunk, hogy ingyen kapja a foglalkozást, az ételt, mindent, ez egy óriási dolog a hátrányos helyzetű családok számára, mert otthon nem tudnak sokan olyan, sajnos még olyan körülményeket teremteni, és ezáltal felemeljük. Így van. És azt szokták mondani, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak 3 és 6 éves kor között. Na most, ha iskolára fölkészítjük, a magyar óvodapedagógusok kiválóak, kiváló óvodáink vannak, bölcsődőink vannak, akkor az iskolában is már ezeket a hátrányokat csökkenteni lehet, mert ez a cél, hogy csökkentjük a családból hozott hátrányokat, ráadásul a családi adókedvezmények mindenki számára elérhetőek, akik dolgoznak, ugye a munkához köthető kedvezményeket növeltük. Csak mondok egy példát, ha van egy közfoglalkoztatott, mind a ketten közfoglalkoztatottak, és van 3 gyerekük, akkor a bruttó fizetésük a nettó. Tehát tulajdonképpen a családi adókedvezményt teljes mértékben igénybe tudják venni. Képviselő úr, gratulálok, és a harmadik ciklusához is sok sikert és jó eredményeket kívánok. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm szépen.